Már csak néhány tucat fatúskóvára, arra, hogy elszállítsák a Sóstói erdő kótai úti oldalán. Szeptemberben kezdődött el ezen a területen a fakitermelés. Ideális esetben két-három hónap múlva már újra csemeték sorakoznának a tarra vágott erdő az elmúlt időszak időjárása azonban nehezítette a munkálatokat. A folyamatos esőzés miatt a vágás utáni takarítás és a talajelőkészítés is késlekedett. Egyes napokon pedig annyi víz állt a bekötőutakon, hogy a nagy teljesítményű munkagépek is alig-alig tudtak közlekedni. Nagyon nehéz megközelíteni is ezeket a területeket ilyenkor, hát ezért húzottak ezek a munkák. Itt a Sóstói erdőben is előfordult ez, ugye össze volt két területen fakitermelésünk, az megtörtént faanyag elszállítása is húzódott már, a talélőkészítés is nem tudott időben elkészülni, még a mai napig sem lett befejezve, és bár szerettük volna már ősszel az erdősítést elvégezni, ez tavaszra húzódik, úgy tűnik. Ez pedig már a Sóstói erdő keleti része a Csalóközi csatornánál, ahol más jellegű problémával szembesültek az erdészek. A családi házasövezet mögötti területet zöld hulladék lepte el. Az utóbbi hetekben egyre több ilyen szemét halmazzal találkoztak az arra járók. Ráadásul sokszor nem csak levágott füvet, falevelet vagy leszakadt tágat, hanem üveget és műanyagpalackot is találtak a kupacokban. Ez elsősorban tűzveszélyességi szempontból nem kívánatos, amellett, hogy ezt is hát elég csúnyán mutat. Nem feltétlenül kommunális hulladékra kell gondolni, hanem zöld hulladékra. Mi megkérünk mindenkit, hogy ezt a tevékenységet fejezze be. Nyiregyházam megoldható, úgy gondolom, a zöld hulladéknak a normális keretek között való kezelése, de az nem a sóstói erdő kell, hogy teret adjon ennek. Éppen ezért a Nyíregyházi Erdészet néhány nappal ezelőtt egy felhívást juttatott el a közeli ingatlan tulajdonosokhoz. Az üzenetben arra kérik a lakosokat, hogy az otthonukban felgyülemlett nyesedékeket ne az erdőkben helyezzék el. A tiszta környezet nem csak az erdőgazdálkodók érdeke, de valamennyi kiránduló, tehát mindannyiunk számára fontos. A megyeszékhelyen egyébként ingyenesen igényelhető zöld hulladék tárolására alkalmas edény, és gyűjtőpontokból is egyre több található a város közterületein.